Itt van velünk Kovács Miki, aki motorversenyző, és hát elhoztad nekünk a gyönyörű motorodat is. Te másfél évesen kezdtél el versenyezni. Másfél évesen kaptam az első motorodat. Az első motorodat. Igen, az még egy elektromos motor volt. Igen, az nem négy volt. Hát az nyócskán, nem? Aha, aztán 4 évesen kaptam egyet, ami már benzines volt, tehát mondjuk már jobban hasonlított ehhez. És aztán nyilván, ahogy nőttem én, úgy nőtte a méret is, de visszatérve az első kérdés, hogy ezzel a motorral konkrétan utcán nem lehet motorozni. Egyébként ennek az alapja ez egy olyan motor, ami utcai használatú, tehát úgymond tömeggyártású. Nyilván ez minimális átalakításokon átesett, hogy versenymotor legyen, tehát ha láthatjátok, hogy nincs rajta se index, mondjuk se visszapillantó tükör, amik például kötelező elemei annak, hogy városban is használhassuk. Hova tovább, mondjuk a standard is más, ugye, tehát nincs az oldaltámasz, ami egyébként a motorokon szokott lenni. De miért pont a motort választottad, mert ugye a te szüleid pedig rally versenyző. Voltak. Hát kérdés, hogy másfél évesen az ember mennyire választ, vagy nem választ, hova tovább, még fiatalabb korban, mert hogy a családi elmesélések szerint az első szavam az a motor volt, úgyhogy így történt az, hogy egyébként aztán a 4 kerékből 2 kerék lett, és én a motorozásnál kötöttem ki. Mondhatjuk azt, hogy a versenyzés az biztonságosabb, mint az utcai, vagy hogyan ez? Ez nehéz, ez egy tök jó kérdés egyébként. Olyan szempontból biztonságosabb, hogy ott egy zárt pályán vagy, nyilván vannak rajtad kívül más motorosok is a pályán, de azért jó esetben azért az emberek tudják a pályán, hogy mit kell csinálni és merre kell menni, és általában ugye a szervezők úgy csinálják, hogy nagyjából hasonló képességű emberek menjenek egy csoportba, mondjuk egy sima nyílt napon, ahol nem kell versenyzői licensz mondjuk, hanem csak egy jogosítvány elég ahhoz, hogy egyébként felmehess a pályára. Úgyhogy ilyen szempontból biztonságosabb, nyilván ott jobb az útminőség is alapesetben, és olyan szempontból is, hogy még nincs autó, nem közlekedési helyzeteket kell megoldani, hanem egy azon íven motorozunk mindannyian, és viszont ha mégis valami baj van, akkor ilyenkor kötelező mindig legalább egy mentőautónak pályától függően még van, hogy többnek is a helyszínen lennie, és ha bármi történik, akkor ugye azonnal tudnak segíteni. Ha nincs visszapillantó tükör, az mennyire úgymond hátráltat a versenyre? Hát sem ennyire, mert hogyha akkor előre kell figyelni. Gondolj bele, hogy hát mondjuk ennek a végsebessége olyan 270-280 km/h körül van, attól függ, hogy milyen hosszú az egyenes, milyen a pálya és hogy van beállítva a motor, de mentem már olyannal, ez a legnagyobb sebesség, amit nekem bemértek, az 310 km/h volt. Hát ennél a tempónál hidd el, hogy bőven elég az, hogyha előre figyelsz, és még a periférikus látásodat használod a versenytársak miatt. Köszönjük szépen, Niki, és azt is, hogy elhoztad nekünk ezt a gyönyörűséget.